2 évvel és 2 évtizeddel ezelőtt hirdették meg először a Tarka Marha Fesztiválhoz kapcsolódó fotókiállítást. A kiírás azóta sem változott, az szerint a beküldött képeknek szarvasmarhákat kell feldolgozniuk. Jó magam voltam az ötletgazda, mert volt Magyarországon egy olyan fotópályázat, amely a juhokkal foglalkozott, és úgy gondoltam, ha már itt a Tarka Fesztivál, aminek a szarvasmarha témája, akkor kipróbálhatnánk ezt a témát fotópályázatban. Így indult. Minden évben ilyen 300-400 közötti pályamunka érkezik, aminek mi mindig nagyon örülünk, és én mindig rácsodálkozom, hogy hogy lehet évről évre újat hozni ebben a témában, de mindig, tehát most is nagyon jó képek érkeztek. Idén 49 pályázó 353 képet küldött, és 85 került most ki a falra. Ezt nyitjuk, és augusztus végéig tekinthető meg maga a kiállítás. Az elmúlt több mint 2 évtizedben nem csak a technika fejlődött, hanem a pályázók látásmódja is folyamatosan változik. Eleve ugye a fotó az egy ilyen nagyon szubjektív dolog, hogy ki hogy lát, és hogy más ugyanazt látja, tudunk-e olyat mutatni, ami érdekes egy fotóban. De lekövethető valóban, hogy hogyan változik a technika, hogyan változik a látásmód, akár a fotózásban a divat, tehát hogy mennyire nyúlunk bele egy képbe és milyen módon, ez is változó. De azért hozzáteszem, hogy a jó kép az attól jó kép, hogy érzelmeket vált ki, hogy valamitől különleges, akár hogy más évszakban mutatja be a szarvasmarhákat, akár csak egy nagyon más környezetben kiragad vagy részletet, tehát lehet érdekességeket belecsenni, de ez nem feltétlenül technika kérdése. Tehát én azt mondom, hogy esélye mindenkinek van, az amatőröknek is, és én biztatok mindenkit, hogy pályázzon minden évben. Minden évben küldenek Erdélyből, Romániából többen pályázatot. Szlovákiából talán másodszor érkezett most pályamunka, és volt olyan év, amikor testvértelepülésről is jött, most onnan nem, de az a lényeg, hogy minél több helyről jöjjön, mi ennek örülünk, és hogy Tolna megyéből is érkeznek mindig, most is érkezett Bonyhádról is, Szekszárról is, és ha jól emlékszem, Fadról is. A zsűri tagjainak tehát több száz képet kellett elemezniük. Ilyenkor hagyomány, hogy az első 3 legtöbb pontot kapó fotós díjazzák, valamint külön díjat is kiosztanak. A képzeletbeli dobogó 3. fokára ezúttal egy a pályázaton első alkalommal indult hölgy állhatott fel. Vicces a története, mert pont a cipőfűzőmet kötöttem be, és az érdekelte őket ennyire, és akkor kaptam elő a zsebemből a telefonomat, és úgy készült el. Szeretem őket nagyon, tehát alapból közel állnak a szívemhez. Nyilván mást is fotózok egyébként mindemellett. A fotózás az csak egy hobbi nálam, de foglalkoztat a kérdés, hogy kitanuljam. A zsűriről érdemes néhány szót ejteni. Abban ugyanis a kezdetek óta jelen van Szabó Béla fotóművész, Máté Réka újságíró, valamint Füller Imre, a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének korábbi elnöke is. Volt egy év, körülbelül 10-12. Évben, amikor nem érkezett be 300 fotó, csak 298, és akkor na talán akkor lehet, hogy ez is kifullad, gondoltuk, és aztán a következő évben több mint 400 jött, és azóta minden évben 350 környékén érkeznek be a fotók. Az elején ugye engem azért kértek, hogy szakmai szemmel nézzem a fotókat, és hogyha végignézzük, akkor eljutottunk odáig, hogy nincsen a fotókon lefelezett állat. Tehát, hogyha a távolról készítenek a legelő gulyáról képet, vagy az állatokról, akkor nem úgy van, hogy az egyiknek belóg a feje, a másiknak meg hiányzik a farka, hanem minden fotón teljes egészében rajta van minden állat. Tehát megtanulták elvágni a képet, vagy úgy megcsinálni az exponálást, hogy az egész állat legyen. És a szituációk, tehát észrevették azt, hogy nyalja például az orrát, vagy hogy csipegeti a nyüveket a madárka a bivajok hátán, vagy a béka éppen, hogy ül a szarva között a fején. Tehát ilyen érdekes pillanatokat is elkaptak, vagy például az idei Magyar Tarka Egyesületi külön díjas, ahogy a pásztor a borjúval együtt alszik a legelőn, vagy pihen. Tehát
nagyon jó fotók vannak tényleg, úgyhogy nehéz dolga van mindig a zsűrinek, és nagyon magas mindig az átlagpontszám, ahol ugye meg kell húznunk a határt. Sajnos meg kell húzni, mert maga a kiállítóterem akkora, hogy ilyen 80-90 közötti fotó fér el, és akkor mindig egy ponthatárnál húzunk egy vonalat, és akkor ami a fölött van, az kiállításra kerül, úgyhogy most 85 fotó került kiállításra. Maga a Tarka fotópályázat nem csak a magyar tarkáról szól, hanem minden szarvasmarháról, szarvasmarha élőhelyéről, környezetéről, így írjuk ki minden évben a pályázatot. Egy időben nagyon sok bivaj fotó érkezett, hiszen azok ugye dagonyáznak, jól néznek ki, vagy a szürkék is ugye a nagy szarvukkal jól néznek ki, és elég sok díjazott is volt másfajtákból. Az idén meg, hogyha megnézzük a díjazottakat, akkor a 2/3. Helyezett nem magyar tarka, az összes többi az az lett.